Konrád János a szekszárdi rendőrkapitányság őrnagya a rendészeti területen. Szadai Csaba rendőrfőtörzs zászlós a bűnügyi területen végzett munkájáért kapta meg a szekszárd évrendőre címet. Csaba részt vesz eltűnt emberek vagy éppen körözött bűnözők felderítésében. Sőt, az ő jelzése alapján módosították a körözési törvényt is. Ezek az elfogató parancsal, a bírósági elfogató parancsal, az eltűntként keresett személyek, akár felnőttkorú, akár gyermekkorú személyek felkutatása. Ebben a területben úgy érzem, hogy egy új út nyílt meg. Tényleg az volt benne a jó, hogy igazából ismeretlen terület volt, és ugye itt a jogszabályok rejtekén kellett áthámoznom magam ahhoz, hogy megfelelően lehessen ezt a munkát végezni. Breining József lesz szekszárd év tűzoltója. József részt vett többek között a 2010-es Vörösiszap katasztrófa, vagy éppen a 2019-es szekszárdi gázrobbanás kár elhárítási munkálataiban. Nagyon szépen köszönöm, de ez nem az én érdemem, hiszen hogy ideig eljutottam, ez a munkatársaim, a feletteseim, az én kollégáim, akik ahhoz segítettek, hogy ezt az elismerést megkapjam, meg a szűk családi háttér végül is. Ács Rezső szekszárd polgármestere azt mondja, a kiemelkedő munkát végző rendőrök, tűzoltók munkájának elismerése azt mutatja, hogy a város vezetése, a közgyűlés odafigyel arra, hogy a köz vagy éppen a vagyonbiztonság hogyan alakul szekszárdon. Ha ezen szervezeten belül valaki még kiemelkedő tyújt, azt mindenképpen meg kell süvegelni, és oda kell figyelni, és el kell is venni. A Szőlőszem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület külön díját Ördög Attila rendőrfőhadnagy érdemelte ki, aki a tanyavilág biztonságáért tett sokat.